Hát igen, ez a Glock, a kis ajtócsapkodós Glock remix. Hát nem fogjátok elhinni, de szerintem romlott a spagetti. Szóval most nem ezt fogok enni. Hát igen, lehet, hogy nem kellett volna a családi adagot megfőzni két személyre, és akkor nem történjenek ilyen problémák. Ebből az esetből tanultunk, szerintem egy kicsit mindannyian. Most mi csinálunk? Ja, ezt nézzük. Fáj, ha nem értünk egyet, de megoldás, ha leülünk egy asztalhoz. Velünk együtt az Algoflex is hisz ebben. Igaz. Tudnád elképzelni, hogy te gyereked is azt mondja, hogy hát figyelj anya, akkor én is fenszre szeretnék tartalmat gyártani? Most ők a pornószínész vagy onlyfenszes? Mert nem mindegy, szerintem egy onlyfenszes nem lehet pornószínésztőnek nevezni. Kövi rész, neonáci és roma. Ezt nem hiszem. Hogyha lesz olyan rész, az kicsit gatyasz. Én most onlyfansból élek, tehát szexuális tartalomból az interneten webkemezek, forgatok lányokkal, de szerintem ez a, amit én csinálok, az a luxus pornó. Luxus pornó? Mi az onlyfans? Mitől luxus ez? Mert ezt nem értem, hogy ő miket csinál. Mitől luxus? De majd biztos kiderül. Hiszem ez kópium. Ez kóp. Nem attól lesz luxus, hogy beállítja onlyfans, hogy $50 legyen egy hónapra, és nem 5. Tudom, még a becsületed, odaadod. És kész, nincs több. Ők most baszni fognak. Igen, téged a falhoz, amiért ilyen hülye kérdéseket teszel fel, b***d meg. Hogy hívnak még? Balázs. Szia. June. Jó, oké. Tök jó. Mint a június. Egy egzotikus neved van. Én választottam. Tényleg? Nem a szüleim, igen. Azta. És az hogy történt? Hát ez csak a... Hát kellett egy ilyen felnőtt oldalra regisztrálni, és nem akartam a saját nevemmel, mert azt láttam, hogy a többi lánynak is ilyen nagyon jó neve van. Férj vagyok, apa vagyok, ilyen vallásos neveltetést kaptam. Azt azért úgy éreztem, hogy ez a pornó, ez nem jó dolog, de hát rá voltam függve, néztem, igényeltem. Hát amíg a pornót néztem, addig ebben a bűntudatban éltem. Tehát ez így 5-6 éven keresztül így örlődtem ebben. Mondtad, hogy ez a művész neved, akkor mivel foglalkozol, ami... Sex work. Ó, oh, az igen. Én a szexualitásomból élek. Na, azt a... Színésznő vagy? Hát ez színészkedés. Aha. Igen, mondhatni. Megpróbálok tőle azért elhatárolódni, úgyhogy inkább olyan produkciókba veszek részt, hogy olyan lehetőségekkel élek csak, ahol nem kell túl sok mindent eljátszanom, de hát igen, egy... De hát, hogy... Egy nem valóságos karaktert játszok el mégis. Szenvedélyem az utazás. Aha. Én nagyon szeretek enni, szexelni az illatokat, az ízeket. Én most fenszből élek, tehát szexuális kérdésem. Az interneten webkemezek. Ah. Mi nem férfi néz pornót, de ez azért luxus, mert azt mondhatja, hogy forduljak meg. Mi számít függőségnek? Azt, hogy mondjuk, ha egy kicsit kevesebb ruha lenne mondjuk ezen a nőn, akkor te készítést éreznél arra, hogy lekapcsolod a streamet, és elmenj pornót nézni. Az a függőség. Csináljam ezt, tehát, hogy one-to-one interaktív, sokkal személyesebb. Úgyhogy mindig is sok szexuális partnerem volt. Nagyon sokszor kéréssel fordulnak hozzá, hogy mit szeretnék, hogy megvalósíts. És az évek folyamán már olyanokat hallottam, hogy az elképesztő. Nem is gondolná az ember, hogy... Mi mindenre lehet izgulni? Akkor nálad vannak bajok? Hát akkor lehet, hogy abba kéne hagyni a putuzást, nem? Lehet, hogy kiegyensúlyozottabb lenne az életed, boldogabb lennél nappal. A sok dopamint megkapja az agyad, olyan, mint a drogoznál, vágod? Amikor kered magadnak. Az lényegében olyan, mint amikor drogozol. És nem jó. Nem egy jó dolog. Egészségügyileg az még úgy rendben van, ha mondjuk valaki két hetente csinálja, vagy egy hetente, de az sem kell Nóra, mert olyan dolgok lesznek bennetek a szexel kapcsolatban, hogy amikor arra jut sor, hogy egy igazi női egyed lesz előttetek, akkor nem azt fogjátok elképzelni, hogy most itt egy ilyen szeretkezés lesz, hanem egy baszás. És nem fogtok tudni úgy teljesíteni, ahogy szeretnétek, mert a pornókban azt láttátok, hogy így meg úgy csinálják az emberek, és a valóságban amúgy nem az a jó érzés sem neked, sem a nőnek, hogy úgy csinálják. Tehát a pornókban csak jól néz ki színészet, és csak arról van szó benne. Tehát tényleg, csak az a lényeg, hogy jól nézzen ki a képen, amit látsz. De az, ami jól néz ki, az nem feltétlen jó érzés a lánynak, vagy neked. Semmi köze nincs a valósághoz, szinte szó szerint. Semmi köze nincs hozzá. Ez egy-két hét szerintem szubjektív. Hát szerintem ezek meg egy... Szerintem meg függő vagy amúgy.
Csak az mond ilyet szerintem, aki függő, nem? Nem lehet, te soha. Majdnem, hogy minden férfi néz, vagy majdnem minden ember néz pornót. Elkezdtem nem érteni, hogy tényleg miért szígyen? Szexből lettünk mindannyian, mindenki csinálja, mint az evés, és hogyha odaraksz egy kamerát, akkor meg már gusztustalan ribanc vagy. Nem értem. Balázs vagyok, 27 éves, tűzoltónak tanulok, férj vagyok, apa vagyok. Együtt neveljük a feleségemmel a 2 éves kislányunkat. Ugye vallásos neveltetést kaptam. Ugye a szüleim között... Ezzel nem ártasz senkinek. Mivel? Az egy kivered? De, magadnak. Nem sok intimitást láttam. Beszélni abszolút nem beszéltünk róla. Egyetlen egyszer gyereknapra vettek nekünk egy könyvet, aminek az volt a cím, hogy a nemi életről kicsiknek, és akkor így le volt tudva a szexuális felvilágosítás, és akkor az egyikünk megtalálta a pornót, és akkor hú, na nézzük, 18 éves koromig akkor változó intenzitással néztem. Azért úgy éreztem, hogy ez a pornó ez nem jó dolog, de hát rá voltam függve, néztem, igényeltem, abba hagytam, hát szerintem több mint 7 éve már egyáltalán nem néztem. Igen, most ez az egész helység, ez így nem tök jól szimbolizálja mondjuk azt, hogy ahogy az ember pornót néz, tehát beül a sötét szobába, csak a monitor világítja az arcát, és akkor ott én is megértem, hogy én mekkora király vagyok, én itt kattingatok, én azt a nőt választom, amelyiket akarom, és akkor ennek így vége volt, kimentem, hú, emberek vannak, akkor vissza. És nagyon, nagyon elzár a külvilágtól, tényleg tök nehéz utána egy húsvér emberhez, egy húsvér lányhoz hozzászólni, úgyhogy biztos, hogy nagyon káros hatással van így a szociális kapcsolatokra. Igen, mert úgy tekintesz a nőkre, mintha szexuális tárgyak lennének, és amikor jön rád az inger, akkor konkrétan bármilyen nőt választhat az interneten, hogy te most arra ki fogod verni, és magadénak érezheted, pedig igazából azt se tudja, hogy ki vagy. És ilyenkor, amikor ezt csinálod, azt ajánlom mindenkinek, aki ebben benne van, hogy képzeljétek el magatokat kívülről, hogy milyen kibaszott szánalmasan néztek ki, hogy ültek a gép előtt, vagy a telefon előtt, és veritek a faszotokat. Sokáig. Képzeld el, milyen gázból néz ki. Képzeld el azt, hogy valaki bejön az ajtódon, vagy bejönnek anyádék. Vagy mondjuk bejössz te 10 évvel később. A 10 évvel későbbi önmagad bejön, és meglát téged. Mit gondolna? Ezeken gondolkodjatok szerintem. Párkapcsolatban ihletet adhat az, hogyha pornót nézel, ez kibaszott nagy falság. Ki kell próbálni új dolgokat, egymáshoz máshogy is lehet közeledni. Rengeteg módja van az intimitásnak, és nem feltétlen szexről beszélek, hanem bármiről. Szóval ez fasság szerintem teljesen. Itt most arra gondolok, hogyha az egyik fél sunyiban nézi, nem pedig arra, hogyha együtt nézik, akkor az egy másik kategória szerintem. Nézek-e pornót? Uh-huh. Már hát, nem. Hát már nem. Igen, volt egy elég hosszú időszak az életemnek, amikor néztem, de már jó pár éve. Hát igen, ilyen 7 éve már egyáltalán nem. Mindenkinek vannak szerintem olyan vágya, amit nem tud, vagy nem akar valóra váltani, és akkor ezt meg tudja az interneten keresni. Vagy nem, gondolod így. Nincs olyan szexuális fantáziád, amit még nem valósítottál meg, de meg tudsz nézni. Ugye én házas emberük, én azt Bence gondolom, 32, hogy akkor működik jól, hogyha a vágyainkat meg tudjuk beszélni egymással. Hát és ezt így könnyű mondani. Könnyű mondani, de... a legtöbb vendégemnek valószínűleg van felesége is, hát tudom. Hát igen, csak hogy az azért azt szerintem nem egy egészséges. Hát nem gondolom. Állapot. Bár szerintem attól függ, hogy az ember hogy kezeli, hogy mondtam, hogy szerintem én vagyok a luxus pornó, és azért szerintem azért nem bűn még kapcsolatban sem pornót nézni, mert miért akarjuk magunkkal elhitetni, hogy csak egy ember szexi a világon? Ja nem, ez... Nem is, szerintem ez nem azt jelenti, hogy csak egy ember szexi a világon. Én inkább... Ez szintén egy elköteleződés és tisztelet kérdése, semmi más. Kicsit így a hűséggel hoznék párhuzamot, hogyha ott a feleségem. Nyilván nem csalom meg, mert annak is vannak szintjei, de azért mégiscsak egy, szerintem a hűtlenségnek egy szintje, hogyha mellette másokon fantáziálgatok. Szerintem a fantázia nem bűn, szerintem olyan, mint... Az is egy szint, igen, talán akkor még, de hogyha már más nőket nézek, akik ráadásul fizetek is érte. Nem feltétlen kell fizetni, de ez a jobbik eset, ha magam mellett akarok érvelni. De én mindig az ételhez. Az a jobbik eset, hogyha még fizetsz is érte. Hát nem tudom, azt hiszem még rosszabb, hogy elhitetjük a férfiakkal, hogyha minél többet fizetnek, akkor majd elérhetőek leszünk számukra. És nem leszünk azok soha. Ezt nem tudom, ez nekem elég fura. Mondjuk az, hogy valaki ezt elhiggye amúgy, ahhoz elég butának is kell lenni, szóval
meg tudom érteni valamilyen szinten, de ezt majd még át fogjuk vesézni, azt hiszem később. Hasonlítom, szerintem olyan, mintha csak több ételt próbálná ki, mert senki nem akarja ugyanazt tenni élete végéig. Hát, csak szerintem azért... Hát attól függ, hogyha az nokedli pörkölt el, és tehetek rá egy konától le tejfölt, akkor amúgy de. Ne haragudj. Szóval szerintem amúgy van olyan kaja, amit tudnál életed végéig enni, és van olyan nő is, akit tudnál életed végéig nézni szerintem egy kapcsolatban. Ott van egy halom pornó oldal, full ingyen, milliónyi ingyen tartalommal, kifizet még érte pluszba. Hát azok az emberek, akik azt hiszik, hogyha OnlyFans-es lányokra így szabolnak, akkor majd ők talán foglalkozni fognak velük, vagy nem tudom, tényleg ezek ilyen nagyon, nagyon desperate, magányos emberek szerintem. Az ember összetettebb. Mint egy étel, összetettebb, mint egy étel. Igen, azért. Én úgy érzem, hogy nekem van lelkem ennek a paradicsomnak, meg nem feltétlenül. Hát, de ha sok ízt összekombinálsz, olyan meglepő dolgokra képes, amit soha nem gondolnál. Én annyira szeretek enni, mint szexelni, úgyhogy... Az ember lelke az nem olyan, amivel össze-vissza lehet kísérletezgetni szerintem. Tehát, hogy azért mégis vannak érzéseink, vannak vágyaink, mint te is mondtad. Vannak dolgok, amik rosszul esnek, amik fájnak, most egy padlizsának nem fog fájni, hogy felvágod. De pont az, hogy lehet kísérletezni szerintem, hogyha tiszteletben tartod a másikat. Pont azt szeretem a szexből, olyan meglepő dolgok izgatnak föl, amire előtte nem is gondoltam volna. Hogy jött az egész? Majd mondtad, hogy azért, hogy tudsz bőle pénzt is csinálni. Nagyon régen küldözgettem szexi képeket férfiaknak. Igen, mert szerintem, nem tudom, a szexuális energia nagyon szépé tesz, vagy nem, szerintem egy nagyon kifejező dolog tud lenni. Aha, hát az biztos. Erre most jöttem rá, hogy ez a figyelemfelhívás, ez azért volt, mert az életemben a férfi karaktertől, aki az apám volt, tőle nem kaptam figyelmet, úgyhogy valószínűleg ez ezért terelődött. És úgy érzed, hogy ezektől a férfiaktól megkapod azt a figyelmet? Vagy azt keresed? Természetesen megkapom, de hát ez így alakultam. Meg tudom, mindig is szerettem utogatni. Ki hitte volna? Magam. De azért, mert én úgy nőttem fel, hogy mindig mesztelenek voltunk egymás előtt, és akkor ez volt a legtermészetesebb állapot. Mert ez jó, hogy ennyire ilyen szabadon voltatok ott egymás előtt, ez tetszik. Kicsit ez ilyen lázadó dolog is volt, hogy mivel azt gondolom, hogy mesztelenség a legtermészetesebb állapotunk, és akkor a tabut csinálnak belőle az emberek, hogy én ezt szeretném. És azt gondolod, hogy akkor ez... De most ezért nem kell pornózni. Ha ezeket a nézeteket vallod, akkor elmehetsz egy nudista strandra is, és ott is jól érezheted magad. Nem kell ezért elkezdeni pornózni, szerintem. Munkával ezt így ezzel nem küzdesz? Szerintem igen. Wow. Szerintem nem, ezzel amúgy kurvára nem küzd. Ez ellen küzdene az ő munkájával. Tehát tényleg a pornózás az közelebb hozza az emberiséget ahhoz, hogy a messzenesének a természetességét elfogadjuk. Most már amúgy női mellek is lehetnek az Instagramon, nem tiltja le. Inkább az ellenkezője. Hát nem tudom, szerintem pont az a baj, hogy túl vannak szexualizálva a nők, és ezzel saját maga ellen is tesz, hogyha ezt így folytatja, meg csinálja. Mert a pornó az nagyon durván benne van abban, hogy a nőket ezt így tárgynak nézzék ezek az emberek, akik egész nap a kukiukat verik. Ez nem vezet általában túl sok jóhoz egy embernek az életében, hogyha ilyen dolgokat néz. Lenne egy gyerekem mondjuk, és pornószínész lennék, és így rájönne a gyerekem, akkor így el kéne magyarázni neki, meg minden, meg egy normális melóhelyre el akarnék menni, és utána akkor lehet, hogy megnézték az interneten, és látnak, hogy én pornóztam, és lehet, hogy nem vennének föl. Tehát ezzel amúgy tök sok lehetőséget elveszel magadtól. Persze az, hogy fiatalon tök sok pénzt keresel, az egy jó dolog. Ez tényleg egy jó dolog, hogy sok pénzt lehet keresni. Valamilyen szinten meg is tudom érteni azt, hogy ezeket a gyenge férfiakat ki akarják használni ezek az erős nők, akik ugye independent womanek, csak hát a pénz az egyetlen dolog, amin ugye fekszenek, és nem a saját pénzükből, tehát akkor mégsem annyira independentek. De ezt mondjuk mindenre el lehet mondani amúgy. Ezt mondjuk a munkára is el tudnám mondani, mert ott is valaki másnak a pénzét kapod meg azért, amit csinálsz. Hívhatjuk munkának, de azért nem kéne köntörfalazni szerintem, hogy ezt most azért csináljuk, hogy elfogadottabb legyen a mesztelenség, meg ilyenek. Értem, hogy a mesztelenség az egy természetes dolog, meg minden, de szerintem ennek megvan a helye mondjuk a művészetben. Nagyon sok, rengeteg ember el lett festve, fotózásban is megvan ennek a helye, nem csak a festészetben, mindenféle művészetben azért ezeket a dolgokat át lehet adni úgy, hogy nem ízléstelen. Még akár pornók is vannak olyanok, amik nem ízléstelenek, de szerintem azért a legtöbb pornó. Pornóknak én azt mondanám, hogy a 95%-a, ha nem 99%-a, az
nagyjából arról szól, hogy a nők tárgyasítva vannak, és megbasszák őket. Nem tudom, hogy mennyire jó ez, hogy fiatal férfiaknak az agyába ezt a képet vetítjük a szexről folyamatosan az interneten, és nap mint nap nézik ezeket, majd amikor jön egy igazi nő az életükbe, akkor olyan dolgokat fognak elképzelni, hogy minden meg fog történni az ágyba, és a valóság pedig kurvára nem az. Ami még durvább, azok a lányok, akik direkt ilyen cuki, meg fiatalosabb dolgokba öltöznek. Tehát konkrétan már ilyen 18, meg 19 évesen elkezdik, de úgy öltöznek, mint hogyha mondjuk 15 évesek lennének, meg ilyen gyerekes dolgokat csinálnak, meg olyan ruhákat vesznek föl, meg olyan szobában csinálják, hogy mint egy gyerek szobája lenne, és ez, ami számomra kibaszott abszurd még. Tehát ezek az ilyen e-girlök, vagy nem tudom, hogy lehet ezt mondani. És nagyon sok ilyen van. Cute teen girl, rengeteg ilyen van, meg anime lányoknak öltöznek, és ezzel is konkrétan csak a pedofiloknak csinálják a tartalmakat. És ezekből az emberekből lehetnek a pedofilok. Tenném hozzá amúgy, hogy Bell Delphine még olyan videókat és képsorozatokat is csinált az OnlyFans oldalára, amin egy csomagtartóban van összekötözve. Ráadásul itt is amúgy elég gyerekes öltözetben. Nem tudom, hogy ez milyen fétiseknek felel meg, és hogy mennyire helyes ilyen tartalmat gyártani. És hogyha gyerekkorban elkezdi valaki ezeket nézni, ráfügg, akkor utána hogyan várhatod el azt tőle, 40 évesen mondjuk még mi keresne egy nőt magának, vagy így tényleg így azt gondolná, hogy na most már 40 évesen, egész eddig csak vertem a faszomat, most már lehet, hogy kéne valami normális kapcsolat, mert eddig semmi szerencsém nem volt a nőkkel. Tegyük fel, hogy összejön neki. Hogyan fog ő szexuális vonzalmat érezni egy olyan nő iránt, aki kurvára nem úgy néz ki, mint amit eddig látott. Közel sem úgy néz ki, mert az idő vasfoga mindenkit elér. Ez egy nagyon kemény dolog. Ami valakinek ízléstelen, az valakinek erotikus. Én nem tudom démonizálni a pornót, mert vannak emberek, akiknek olyan fétisei vannak, amiket csak azon keresztül tudnak kiélni. De ezek kibaszott szélsőséges esetek szerintem, és alapvetően magának a pornónak a problémája az fennáll ugyanúgy a fiatalok világában, meg az internet világában, meg az egész társadalomban. Szerintem sokkal több rosszat okoz a pornó, mint jót. Jó, körbeírtam Hörbit. Hú, bazd meg. Egyik ismerősem nap, mint a parról mesél a haverjének, hogy éppen milyen szexuális tevékenységet vitt végbe. Szóval, amit mondasz, hogy a fiatalokban ez a kép én a nőkről, az tényleg létezik. Hát tudom. Vágom. 30 évig folyamatosan veri, ott azért problémák vannak. Miért szerinted a Hörbi ez mit csinált? Mondom, amikor mondjuk a diával együtt volt. Mondom a lehetőségeket. Szex? Vagy pornó nézés? Na vajon melyiket csinálta többször? Amikor még együtt volt a diával. Az ivást! Az volt a rejtett válasz, a helyes. Ezzel amúgy neked így összefér a kapcsolat? A párkapcsolat? Sosem zavarta a férfiakat, akikkel vagyok, mert például férfiakkal nem forgatok. Aha. És csak interneten. Szóval csak lányokkal csinál pornót. Dolgozom, szóval igazából senkivel nem érintkezek, vagy esetleg csak lányokkal. Az ex-barátommal csináltam nagyon szép filmeket. Aha. Azokat árulom például. Akkor viszont van férfival haló. Hát most mondta, hogy férfiakkal nem csinált, az ex-barátjával csinált, és azt árulja. Tehát akkor megcsinálta. Csinálok ilyen videókat, de csak olyan fiúkkal, akik tetszenek. Lehet ez én hiányosságom, de nem fér össze a fejembe, hogy a kettő mert ez egy munka. Hogy tud. Aha. Tehát ez tényleg egy színészkedés. A pornóban semmi igazi nincs, amit az, látsz. Az teljesen világos. Semmi. Szerintem az egy biztos. Valós orgazmus nem sült még a pornófilmben. Csak nekem az az érdekes, hogy ebből a lelket az, hogy lehet kihagyni. Hát ezt én is értem, engem nem tudsz erről megkérdezni, mert én nem forgatok bárkivel. Aha. De jó, oké. Én csak olyan emberekkel forgatok, akik tetszenek, és ezért nem tudok együttműködni például ügynökségekkel. Aha. És miért mondtad, hogy arra jutottál, hogy bűn? Ilyen vallásos neveltetést kaptam, és akkor volt egy ilyen tábor, ahol mondták, hogy hát ez bűn, de igazából nagyon más magyarázatot nem fűztek mellé. És akkor ilyen kiskamaszként ezt így jól elraktároztam, hogy jó, hát akkor most már bűntudat is társul mellé. Hát olyan kétkedve. Akkor még csak annyit tudtam, hogy oké, ez erre azt mondják, hogy bűn, de nem találtam más magyarázatot, viszont jó motiváció volt arra, hogy keressem. Azt, hogy ennek milyen hátrányai vannak, hogy ez miért nem jó. És akkor kezdtem el foglalkozni ezzel is, vagyis hát utána, és találtam sok jó érvet, ami segített abban, hogy így magam mögött hagyjam az egészet. És milyen javulást vettél észre utána, vagy változást? Már hogy amióta nem nézek pornót?
akkor, amikor abba hagytad, hogyan változott meg tőle az életed? Nekem ugye ez masszívan társult akkor, így az önkielégítéssel. Nem tudnám úgy szétválasztani a kettőt, bár szerintem ez sokaknál így van. Kielégületlennek érezted magad, amikor ezt akkor abba hagytad? Nem, igazából ilyen lelki ürességet éreztem, hogy nézem ezt a pornót, és nem ad semmit. És egyre több kell, nem? Hogy ugyanazt a szintet, izgalmi szintet elérje, mint bármilyen másik függőségnél, mint cigi vagy akármi más, ami akkor így volt az életemben. De egy több kellett, vagy extrémebb? Mert... Hát több is, meg extrémebb is. Az kemény, amikor a nagy fekete törpe pornókra se áll már fel a faszod, az azért, az kemény. Te is ezt szoktad nézni? Aha, tesó, én is. Amúgy ez egy tök jó dolga, amit elmondtak most. Egyre több kell majd, mert azt fogod érezni, hogy nem... Tényleg, hogyha már egyszer megcsinálod egy nap, lehet, hogy már utána még többször jön az az érzés, mert sokszor ürítesz magadon, vagy nem tudom, hogy hogyan fogalmazzak, és többször fog jönni az az érzés, mert egyre aktívabb az egész, és azt fogod érezni, hogy mintha szexuális életet élnél. Pedig nem, csak szánalmasan ott vagy egyedül a kis szobádban. És ez kinda cringe. Srácok, ez cringe. Dopamin kell, de dopamint azt más is meg lehet szerezni. Például azzal, hogy visszatartod, elmész edzeni, valami olyat csinálsz, ami jó érzés számodra, találsz egy kurva jó hobbit, meg ilyenek. És amikor mondjuk, nem tudom, megnéztem valami extrémebbet, akkor elgondolkoztam, hogy basszus, hát ez azért nem egészséges, ez nem oké. Azért haragszom erre az egész iparra ilyen szempontból, mert tényleg 7 éve eltelt azóta, hogy nem néztem. De annyira intenzívek ezek a képek, annyira beleragadnak a fejembe, hogy most is, hogy beszélgetünk róla, hogy beugranak. Nagyon mély bugyrokban vájkálni? Nem, szerintem nem kell ahhoz nagyon mély bugyrokba vájkálni. Egyszerűen annyira intenzív. Én nekem az volt a tapasztalatom, hogy bele a közepébe áttekerni, és gyorsan a végére érni. Ez is lehet az egyik oka annak, hogy nagyon sokan csak így bele akarnak vágni egyből a közepébe, semmi előjáték, semmi. Hát igen, arra pedig amúgy szükség van. Arra kurvára nagy szükség van. Semmi finomkodás, csak dur bele, mert a pornóban is úgy volt, hogy... Resetelés. Mehet azonnal, a nőnek az úgy is jó, és emiatt kimarad minden, amitől meg szép lenne maga a szex. Hát én tudom, de mondjuk meg is kérdezni, hogy miért nem fordítanak nagyobb jelentőséget a szexuális felvilágosításnak? Hát ez jó kérdés. Azért, mert a gyerekek felvilágosulnak maguktól, és majd a zseppénzüket lehet, hogy elköltik pont az ő OnlyFans-ére. Felvilágosodnak maguktól is sajnos, de amúgy tényleg nagyon sokat kéne fordítani rá. Kéne rá több energiát fordítani, akár az iskolákban is, mert ez egy fontos téma, és a szülők nem mindig foglalkoznak a gyerekekkel, sőt, nagyon sokszor nem foglalkoznak már a gyerekekkel a szülők a mai világban. Ebben a mai rohanó világban, és behozzák a gép elé a gyereket, és azt csinál, amit akar, és hogyha az interneten szocializálódik valaki, az kibaszott szar. Nem csak a pornó függőség miatt, hanem rengeteg dolog miatt lehet kibaszott szar az, hogyha az interneten szocializálódik valaki. Jó is lehet, de javarészt azért a rossz emberek mindenkinek ott vannak az életében, és nehéz őket jó helyre tenni, így fejben, hogy most hogyan álljak hozzá ez meg az emberhez. Ez nehéz, főleg az interneten keresztül, ahol ugye általában írunk, nem videócsetelünk meg ilyenek, hanem írunk egymással. Ja, arc nélkül. Azért is szerettem ezt csinálni, és szeretném a jövőben is. Mert azt gondolom, hogy sajnos ez a szexuális felvilágosítása a fiatal generációnak. Hogy semmi más nem kapnak, Igen, az biztos. Hát én is azon keresztül találkoztam először a szexel. Tehát, hogy nem hibáztatom érte a szüleimet, mert náluk ez annyira tabu téma volt. Volt, hogy egy barátom megkérdezte az apját, hogy miért nem meséltek neki erről, és akkor meglepődve kérdezte, hogy mi kellett volna. Nem tudom, az iskolai rendszerben miért nincs beépítve. Annyi szégyent élünk meg ezen keresztül olyan fiatalkorban, ami formálja a személyiségünket. És neked ilyet kérdeztetek, hogy a vendégén milyen átlag életkorúak, vagy tök random? Képzeld, nagyon sok 20-pár éves is van. Jó kinéző fiatal férfiak. Szóval nem csak ilyen 50-es dagadt amerikaiak vannak. Persze abból is akad. Ez is egy olyan dolog, hogy elkerülhetetlen, az ember már az interneten fog szocializálódni, te gyereked is meg fogja találni rá a módját, ha lesz az enyém is, és mindenki. Szerintem ez a nevelés kérdése, és hogyha megvan mondva a gyereknek normálisan, hogy amúgy ez egy rossz dolog is lehet, és olyan korlátokat szabsz,
amik informatikailag ott vannak a helyükön, úgy csináld meg a profilt mondjuk a gyereknek a számítógépen, hogy csak egy profilt tudjon használni. Tényleg ezeket a szülői korlátozásokat lehet használni már az interneten rengeteg helyen, és használni is használják kurva sok helyen. Viszont a szülők nem kapják meg a megfelelő oktatást arra, hogy ezeket hogyan használják, mivel ezeket nem olyan könnyű beállítani. És a legtöbb szülő az nincs otthon ezekben a dolgokban. Tehát a legtöbb szülő az annyira vágja a számítógépet, hogy meg tudja keresni a valamelyik filmet a YouTube-on, esetleg megnézi a híreket, meg a Facebookot, és ennyi. Ennyit csinálnak a számítógépen, és persze, hogyha a gyereknek is kell egy számítógép, akkor megveszik, és úgy vannak vele, hogy hát igen, biztos ő is ennyit fog csinálni rajta. Nem. Nem ennyit fog csinálni rajta. Sokkal több dolgot lehet csinálni az interneten, mint amit el sem tudják képzelni a szülők azt, hogy mennyi lehetőség, és mennyi hátrány van az interneten. És ez lenne az a dolog, amit érdemes lenne a szülőknek mindenképpen eljutatni valahogy. Valamilyen formában. Oktatást adni a szülőknek erről. Akár ingyenesen. Csak hát az meg kinek lenne jó. Nyilván a gyerekeknek, de hát valahogy mégis valahol profitálni kell, hogyha akarunk egy ilyet csinálni. Nem tudom, de ez érdekes nekem. Érdekes, hogy nincs ilyen. Se a gyerekek nem kapják meg az oktatást arra, hogy veszélyes az internet normálisan, és a szülők nem tudják átadni ezt egyáltalán, mert ők soha nem is kapták meg, és nem is fogják megkapni senkitől, hogyha nincsen változás ebben. Értitek, hogy mit akarok mondani? Vagy csak így rambling és össze-vissza beszélek? Mert kicsit úgy érzem, hogy össze-vissza beszélek. 5-10 évben nyártott router beállításaiban ott van az opció ezeknek a letiltására. Igen, lehetne tenni ilyeneket, persze. Kőkeményen lehetne ezeket használni, de most melyik szülő tudja ezt egyáltalán azt, hogy hogyan kell belépni egy routerbe, és hogy hogyan lehet letiltani különböző pornó oldalaknak a DNS szerverét. Az a baj, hogy nem tudsz annyi IP címet letiltani, mint ahány pornó oldal van. Az internet fele pornó. Jó, nem a fele, de sok pornó van az interneten nagyon, és nem lehet ezt letiltani, ezt így is megtalálják, csak figyelni kell a gyerekeinkre, bazd meg, ilyen egyszerű. Inkább azt állítanám be, hogy milyen weboldalra lehet felmenni, nem pedig az, hogy milyenre nem. Lehet, hogy ez egy előnyösebb megközelítés lenne a dolgoknak. A legtöbb routerre rá van írva, hogy hogyan tudsz belépni, igen, angolul, és itt még mindig olyan emberekről beszélünk, akik ilyen, most érted, 30-tól, mondjuk a mai 30 évesek azok már lehet, hogy azért vágják ezeket valamilyen szinten, de mondjuk egy 40 éves, hogy fogja ezt megcsinálni? Most már elkezdett azért az a generáció is gyermekeket nemzeni, akik ezekre képesek. Nagyon remélem, hogy meg is fogják csinálni, de én még mindig úgy érzem, hogy nem kapnak elég oktatást a felnőtt emberek erről, még mielőtt mondjuk gyereket vállalnának. Sőt, én ezt akár kötelezővé is tenném. Tényleg az internet a legnagyobb veszély a gyerekeinkre. Minden szempontból. Otthon. Tehát az a baj, hogy azt gondolnád, hogy a gyermekeink, azok otthon biztonságban vannak velünk. Ott vannak a kis másik szobában, nem megy be senki, be van zárva az ajtó, alszunk, mindenki alszik. De nem. A gyerek az nem alszik. Ő az interneten van. És a telefonján nyomkodja, vagy a számítógépén, és olyan dolgokat lát, amiket a szülők el sem tudnak képzelni nap, mint nap, akár a TikTokon, akár a pornó oldalakon, akárhol. Undorító dolgok vannak. És csak butítják a gyermekeinket. Nagyon durván. Kb. 2 szek megszerezni egy listát, 300 000 pornó weboldal címével, amit bele lehet nyomni a szűrőbe. Az, hogy 3 translate kört pár perc Google nem képesek megtenni gyerekért, pedig már csak őket minősíti. De figyelj, most aki alapból nem érti pontosan a számítógépek működését, meg az, hogy ez mi, lehet, hogy egyszerűen rákeresne nézni egy tutoriál videót, és meg tudná csinálni valaki. Tényleg, aki nagyon akarja, az biztos meg tudja csinálni, vagy kér segítséget ehhez. De milyen sokkal egyszerűbb lenne, hogyha ezt a segítséget mondjuk a kormány megadná, vagy ne adj Isten, egy non-profit szervezet, vagy akárki megadná ezt a szülőknek, és lenne egy ilyen lehetőségük, és hirdetné mondjuk ezt valaki, több ember, hogy igenis, vannak ilyen lehetőségek, és a szülőknek érdemes lenne foglalkozni ezzel. Nekem ez a problémám, hogy ez hiányos. Hiányos. Ez egy hiányos rész az internetről, és ez nem csak Magyarországon, hanem úgy mindenhol. Nem, szerintem Amerikában sincs ilyen. Nem szabad az államra hagyni a felvilágosítást, szülőként el kellene ezt is vállalni. Jó, ez igaz, de most itt nem a felvilágosításról van szó. Az utolsó dolog, amit a kormány akar, az, hogy az emberek tájékozottabbak legyenek. Az igaz, de most figyelj, hogyha azt a perspektívát nézzük, amit ők képviselnek, tehát védjük meg a gyermekeinket a 18-os tartalmaktól, meg itt a melegektől, hogy nehogy ilyeneket lássanak a gyerekek, meg a tévében is, a minden film 18-as most már kb., mert ilyen meg olyan dolgok vannak benne. Ezzel úgy, de mennyire védik a gyerekeket.
és sokkal, de sokkal nagyobb védelem lenne a gyermekek számára, hogyha ezeket a dolgokat, amiket most elmondtam, véghez vinnének, vagy csak a felét. Csak egy minimális lépést tennének afelé, hogy a szülők tájékozottabbak legyenek csak az internettel kapcsolatban, meg azzal, hogy a gyermekeket hogyan lehet megóvni ezektől a káros tartalmaktól. Hát tudom, hogy leszarják, de akkor ez is lehetne látszat, mert az nem látszat, hogy lefóliázzák a könyveket, meg kim vannak a karikák a tévén, az nem látszat, az megtörtént, azt nem csak képviselik. Tudom, hogy leszarják, de megtörtént. Itt ezen van a hangsúly. Hogyha megtörténne ez is, attól függetlenül, hogy őket ez nem érdekli, lehet, hogy még plusz szavazókat is szereznének ezzel, mert hogy úristen, hát a gyermekek védőszentje lett a Fidesz. Helyettem, ugyebár, mert eddig én voltam. Engem nem érdekel az, hogy ők ezt képviselik, vagy leszarják. Én csak azt akarom, hogy történjen meg. Na, nézzük tovább, mert sose lesz vége amúgy. Például nyilván aggódtam, hogy fog kinézni, látom-e az embert, nem ijedek meg. És volt akkor a szerencsém, hogy láttam, hogy ki az. Egy 25... Hánytól hány éves korig kéne ezeket a határokat megcsinálni a szülőknek szerinted? Szerintem 0 éves kortól legalább 16 éves korig én tiltanék minden olyan dolgot. És így mit tudom én, mondjuk 14 éves korban már engedném neki, hogy beszélgessen interneten, így játszon, így szépen sorban adagolnám neki az internetet. Mert az, hogyha a gyereknek csak így fogod a gyereket, lerakod a gép elé, és egy rendszergazdai fiókkal ott van, be van dugva az UTP kábel, jön az internet, szerintem az nem egy jó dolog. És annak nem lesz jó vége sose, én úgy gondolom. De még tényleg, hogyha csak a YouTube Kids-et is nézzük, annyian iPad kisgyerek van, meg odaadják a telefont a gyereknek, hogy nézzék a YouTube Kids-et, meg nézzék a YouTube-ot. A gyerek az össze-vissza fog kattintani mindenre, ami színes, és azt se tudja, hogy mi történik a képernyőn. Most itt ilyen pár évesekről beszélünk. Biztos vagy benne, hogy mindenkinek van unokaöccse, vagy öccse, huga, kisebb gyerekek, és láttátok ezt, hogy a gyerek ott van nála. A telefonnál... A gyereknél ott van a telefon. Tehát ott van a gyereknél a telefon, és ilyen szarok mennek benne, hogy Pepa Malac táncol a pókemberrel, arab címe van, szólatt az én undorító zene. Mennyi idő az, hogy ezeken a platformokon még plusz néhány kattintással eljusson olyan tartalomhoz, ami ténylegesen csak rontja a képét a gyereknek a világról, meg a gondolkodását. Mert ezektől nem fog gondolkodni, ezek csak színes dolgok, meg zenélnek, és csak így mozognak. De hogyha mondjuk egy olyan anyagot adsz a gyereknek, hogy megnézzen, ami actually edukatív, az még lehet, hogy sokkal jobb lesz. Sőt, még akár a Pepa Malacot is nézheti, csak ne ezeket a szarokat nézze. Tényleg egy rendes mesét nézzen a gyerek. YouTube Kids-en nagyon sok értelmetlen fasság van, ez így van. Unokatestvérem max 3 éves, 1-2 évvel ezelőtt, és már TikTokozik 3 évesen. Én is láttam már ilyet, hogy a kisgyerek tudja már tekergetni a TikTokot. Sőt, olyat is láttam, hogy elvették a kisgyerektől a telefont, sírt, és úgy csinált, mintha a kezébe lenne a telefon az egyik kezébe, a másikkal meg csak így ízelt föl, és közben sírt, hogy nincs ott a telefon, vágod? És csinálta tovább az ujjával a mozdulatokat. És ez is egy ilyen pár éves kisgyerek volt. Szerintem ez kicsit kemény. Ehhez van valami source? Keres rá, nem tudom. TikTokon láttam. 20 pár éves, nagyobb darab amerikai fiú volt. Aha. És letettem. Ja, amúgy végig magamat néztem, hogy benne vagyok-e a képbe. Aha. Hogy csinálom. Viszont a végén láttam, és úgy éreztem, mint egy jótékonyság. Tényleg? Aha. Segítettem neki kielégülni. Mások jutnak eszembe. És azóta is így vagyok, hogy azért szeretem a kamerát, mert azt gondolom, hogy annyira végtelen lehető. 11 éves húgom barátnőjének 3-5 éves kistesója végig TikTokozta a születésnapi bowlingozást. Jesus, bro! De ilyenkor el kell venni a gyerektől a telefont a picsába. Most, hogyha egy családi program van, akkor meg érted, ott vagyunk az asztalnál, eszünk, ezek alapvetően olyan alap dolgok, hogy nem tudom, hogy az ilyen ember az... Át kell fogalmazni, amit akartam mondani. Miért csinál gyereket? Így tudom a legszebben megfogalmazni. Aki nem tud foglalkozni a gyerekkel, az ne basszon, vagy húzzon gumit. Ennyi. Meg hát amúgy ebben a szar országban amúgy sem kéne szerintem gyerekeket nemzeni, mert nem abba az irányba halad az ország. Hát, egyedül nem tudsz megélni, nem hogy még egy gyereket eltarts, meg felnevelj. Hát azt tudod, hogy mennyi pénz telefonoznak az általános iskolába? Nálunk az általános iskolában nem is lehetett telefont vinni. Nem is volt telefonom általános iskolás koromban. Ilyen kis picike Nokia-m volt, amivel anyukámat fel tudtam hívni, hogy jöjjön értem. És azt se használhattuk.
Csak akkor hívhattam bele anyát, amikor végeztem. És ennyi. Tesi öltözőben néha használtam, és játszottunk a Snake-kel, de igazából ennyi. Telefont lehetne használni az oktatásban. Persze lehetne én oktató jellegű appokat csinálni. Mondjuk az valószínűleg olyan is lenne, hogyha az állam csinálná. Tűzséget oda arra, hogy boldogát tegyek nagyon sok embert. De... Wow. Orgazmus azért az egy elég felemelő és szép dolog. Igen, persze. Főleg, hogyha mondjuk kettő ember között történik, és nem egy sötét szobában, úgyhogy csak a kezeddel markolod a kígyót. Úgy tényleg egy szép dolog, hogyha két ember között történik romantikusan, és esetleg szerelem is van képben, akkor tényleg egy nagyon jó dolog az orgazmus. De úgy, hogy magadnak csinálod folyamatosan, és mondjuk ráfüggsz, az nem. Aha. Úgyhogy egy kicsit ilyen jótékonysági dologként tekintek erre az ez kibaszott illusional, hogyha ő azt hiszi, hogy ezzel jótékonykodik, hogy ő férfiaknak boldogságot okoz. Boldogságot okoz átmenetileg, és amúgy nem is ő okozza, hanem a férfiak saját maguknak. Ez elég durva kóp. Ha nem fizetnének, akkor is csinálnád. Hát előtte ezt csináltam. Ja, előtte ezt csináltad, ja, értem. Úgyhogy igen, előtte is csináltam, csak rájöttem, hogy ebből tudok jól keresni. Azt a... Meg ez legalább megfizeti rendesen az időmet, tehát az, hogy, ez, hogy emberek egy napot dolgoznak, mondjuk 10 órát vendégletesbe azért, amit én 10 percre kapok interneten. Aha. Szerintem az elég extrém. Ja, hát az... Az biztos. Szerintem ez azért nem egy olyan dolog, amire egy nagyon büszkének lehet lenni. Én megértem azt, hogyha valakinek ezt kell csinálnia. Megértem azt is, hogy miért csinálját. Persze ez egy fiatal nőnek az a fejében teljes mértékben. Szerintem nagyon sok szép lánynak a fejében megfordul ez a gondolat, és valaki bele is megy. És teljesen meg tudom érteni, miért, ingyen pénz lényegében, csak hát azért mégsem ingyen van, mert valamit csinálod is kell érte. Hát nem feltétlenül jók ezek a dolgok, és most ez még a legjobb eset, hogy a lány otthon onlyfanszozik, mert amikor mondjuk én ügynökségek megkeresik őket, és nem tudják, hogy az hogy működik, és beleviszik a pornóiparba ezeket a fiatal lányokat, teszem hozzá, 18 éves lányokról beszélünk, az nagyon fiatal. 18 évesen beleviszik őket, vagy 19 évesen beleviszik őket a pornóiparba, és olyan dolgok fognak velük megtörténni, amiket lehet, hogy nem is akarnak, és nem is mernek nemet mondani. Igen, az már egy kicsit másik kategória, de a pornóipar kibaszott undorító minden szempontból. Nekem sincsen probléma azzal, hogyha valaki ezt csinálja, csak ilyen szinten, jó, most itt nyilván ez a téma, de én azért ezt annyira nem hangoztatnám. Te se hangoztatod azt, hogy mi a munkád folyamatosan. Vállalhatod büszkén, de ez nem egy olyan dolog, amit ki kell írni az Instabiótba szerintem. Tehát most az, hogy büszke vagy arra, amit csinálsz, meg mondasz ilyen dolgokat, hogy most te ezt azért csinálod, mert hogy így meg úgy, és akkor nemesítve van ezzel a dolog. De amúgy többre tartok én is egy szexmunkást, egy őszinte szexmunkást, mint egy politikust, egy mondjuk egy fideszes politikust. De az ellenzékben is vannak nagyon érdekes figurák, szóval itt Magyarországon menthetetlen a helyzet. Anyukád elmondaná, hogy ezzel keresi a pénzét, szomorú lennél? Hát még én, főleg, hogy az iskolában megtalálják a videókat és basztatnak vele. Szexmunkás őszintén sose lesz büszke magára, csak ezzel próbálja győzködni magát. Hát ja, kópium, egy kicsit kópium, mert én is azt érzem a csajnál, egy kicsit kópol ezzel, elég durva delúziókban van. Valamilyen szinten nem úgy meg tudom érteni. Kicsit furcsa dolgokat mond szerintem. Nem mindennel tudok egyet érteni. Belerakhatom a kreativitásomat, és akkor az emberek ezért fizetnek. És vagy megnézed, amit én alkotok, vagy nem. Mindig szeretnék szép filmeket rendezni. Kicsit általánosítunk, úgy érzem ezzel a csajjal. Miért? Figyelj, szerintem a legtöbb ilyen ember az valamilyen szinten kópol ezzel, mert neki mondjuk erre szüksége volt, kellett a sok pénz, és mennyivel jobban néz ki számodra az, hogy alig kell csinálnod valamit, és háromszor annyit keresel, mint hogyha mondjuk elmennél a gyárba, vagy mondjuk takarítani, vagy a faszom tudja, hogy mit tudsz csinálni, mondjuk fiatalon nőként, a gyárba valószínűleg nem mész nőként, de mondjuk takarítani, vagy egy diák munkára, vagy a Mekibe el tudsz menni fiatalon is, és sokkal többet keresel ezzel sok fiatal lánynak. Elrontja így a képét az egész életről, és így fogják leírni az egész életüket, hogy ők ezzel kópolnak, hogy a pornózás az milyen kurva menő, meg hogy ők független nők, de közben meg ugye a sok palitól függenek, akik fizetnek nekik, vagy éppen nem fizetnek nekik. Ez a csaj az a helyzet, hogy iszonyatosan nagy sztárnak hiszi magát. 4-5-20 perces videó után, ami fent van a Narancs YouTube-on, meg volt egy Woodman videó is, rettentően beképzelt. Amúgy tényleg beképzelt, én is azt látom egy kicsit. Nem vita képes szerintem, itt nem lesz benne ebbe a videóban nagyon vita. Azt adnám, hogyha érvelnének, hogy ez probléma, vagy nem probléma, vagy hogy most mi van, ez akkor sem munka. De az. Munka amúgy. Az is munka, amit én csinálok, és én sem csinálok sokkal többet, csak beszélek, és egy kamera előtt vagyok, ők meg szexelnek egy kamera előtt, vagy mondjuk önkielégítenek a kamera előtt. Amúgy tényleg nézel pornót, mert ha nézel pornót, akkor igenis munka, mivel megnézed a reklámokat a pornó oldalakon, amikből a pornószínészek megkapják a fizetésüket, szóval de munka. Ez a férfiak hibája amúgy.
akárhogy is nézem, a férfiak fogyasszák a legtöbb pornót, szóval, hogyha azt mondod, hogy ez szomorú, hogy ebből élnek, akkor mondjuk hagyd abba a pornónézést, és nem fognak annyi pénzt keresni. Erre mit gondoltál? Mondd le az OnlyFans előfizetéseket. Amiből tudsz pénzt keresni, az munka. Nem, bűncselekményekkel is lehet kurvasokat keresni. Van lány ismerősöm több is, aki OnlyFans-re akar váltani meló helyett. Hát, szerintem beszéld le őket. Haverom hatalmas hentai függő, és nagyon régóta szeretem, és közeli barátomnak tartom. Rengetegszer téma volt köztünk, próbálom elmagyarázni neki, miért nem jó. Nulla social life-ja van, de egyszerűen képtelen belátni, hogy ez probléma. Vannak ilyen emberek. Biztos, hogy haverod az? Nem, hogy tényleg vannak ilyen emberek. Ez szomorú. Ez tényleg szomorú. Ez a társadalom hibája is, és a férfiak hibája is, mert hogyha nem lenne kereslet ezekre a videókra, akkor nem lenne kínálat se belőle, mert elfogynának, nem akarnának nézni többet. De ez már el lett baszva. Ezt már nagyon régen elbaszta a társadalom. Ez egy sokkal mélyebb probléma. Keresletet kell csökkenteni, nem pedig a kínálatot szapulni. Így van, így van. A férfiaknak a fejébe kéne ezt egy kicsit rendbe rakni, hogy milyen dolgokat is tesz az agyaddal a pornónézés. De elképzelni, hogy a te gyereked is azt mondja, hogy hát figyelj anya, akkor én is OnlyFans-re szeretnék tartalmat gyártani? Valószínűleg elfogadnám azok után, amint keresztül mentem. Aha. Nyilván, hogyha ha szépen csinálja és a lelke jól van. Aha. Én azt gondolom, hogy nekem nagyon sok lehetőséget, meg boldogságot adott. Ugye a pornófüggőséget megosztottad valakivel? Először csak a mostani feleségemmel, még amikor jártunk, meg ismerkedtünk, akkor meséltem neki erről. Egyrészt sajnálta, hogy ennyi nőt láttam ilyen... Kiszolgáltatott helyzetben? Hát nem is az, hogy kiszolgáltatott, hanem hogy... Én nem szabadott volna ezt mondani, hogy kiszolgáltatott helyzetben, pont aki ebben van. Hát azért... Hát, pedig van benne igazság. Vannak sokan kiszolgáltatott helyzetben. Azért sokan vannak, igen. Biztos, hogy sokan vannak, hogy kiszolgáltatott helyzetben csinálják ezt. Tehát, hogy úgy az sajnálta, hogy már ez ennyire beleégett a fejembe. Ő, meg aztán vele én is teljesen úgy készültünk a házasságra, hogy mi leszünk egymásnak az első. Tehát ő abszolút, aztán ami után megismerkedtünk én is. És soha nem feküdtél le előtte senkivel? Én igen, most utólag azt mondom, hogy sajnos, de ő nem. És éppen ezért ő úgy készült erre, hogy majd az milyen szép lesz, hogy a férje lesz az első. És ilyen értelemben én is majdnem az első voltam neki, csak egy csomó minden ilyen zavaró tényező ott volt a fejemben, hogy így fogalmazzak. Aztán meg úgy megosztottam ezt a hozzám közelebb álló barátokkal is, és igazából azt tapasztaltam, hogy a pornóval ők is ugyanúgy, hogy mondjam, küzdenek. Szerinted hogy... nem gondolod, hogy összefügg, hogyha ennyi közeli barátot gondolom, az mind családon keresztül, vagy olyan vallásos közegből vannak. Aha. Ők is, és nem gondolod, hogy az elnyomás miatt ezek az emberek több pornót néznek? Ugye vallás annyira lekorlátoz, hogy majd az első az legyen, akit elveszel, vagy így átfordul az ellenkezőjébe is. De hát szerintem ez egy társadalmi probléma inkább, mert nem csak a vallásos emberek verik a faszukat. Nem hiszem, hogy a vallás lenne az, ami ennyire elnyomja. Én egyáltalán nem értek egyet a legtöbb vallásnak a... Szerintem a vallás az butaság. Én ezt így kimerem mondani, de nem ítélek el senkit, aki vallásos. Szerintem annyira amúgy nem nyomja el az embert a vallása. Tehát a legtöbb ember, aki vallásos, az amúgy is azt nézi, hogy neki hogyan jó a vallás, és úgy közelíti meg a saját vallását, hogy az neki jó legyen. És nagyon szubjektívan nézik a Bibliát is. Lehet, hogy nem minden vallásos ember vallja azt, hogy mit tudom én, férfiak egymással szexelnek, az bűn. Pedig benne van a Bibliában. Nem tudom, hogy mennyi ember gyakorolja, hogy csak a feleségével fog szexelni, miután összeházasodtak. Nem tudom, hogy hány ember van, aki ezt így csinálja. Valamilyen szinten egyet tudok érteni vele amúgy, mert benne van. Benne van ez is. Amikor a gyerekekre kényszerítik rá a saját képzeletbeli barátaikat, akkor eléggé el tudnak szállni, és telenyomnék a gyereket egy táskára való komplexussal. Ez mondjuk így van, tényleg. Most, hogyha a gyereknek elmondasz minden, hogy ez bűn, ez bűn, ez bűn, ez bűn, akkor a gyerek már azt fogja gondolni, hogy jó, akkor mi a fasz csinálják? Hát mi nem bűn. Szóval, ja, ez is egy szempont. Így is szerintem, hogyha nagyon így nézzük, hogy mit nem szabad, akkor az lesz belőle, hogy átfordul és egy elnyomás alakul ki belőle. De hogyha azt nézem, hogy mire teremt lehetőséget, akkor viszont egy
egy szabadságot ad. De miért szerinted rossz lett volna, hogyha rengeteg emberrel lefekszel a feleséged előtt? Igen. Szerintem igen. Miért? Én azt gondolom, hogy azért lehet, én nem osztom azt, hogy lelketlenül lehet szexelni. Abban is van lélek, hogyha csak megismersz valakit, és egy éjszakáson akartok szexelni. Most vonzottok egymáshoz, meg úgy adja a buli, hogy mit tudom én, áthívod a csajt, vagy a csaját hív magához, és lefekszetek. Ez nem egy olyan világi bűn szerintem, és attól még ebben is vannak érzelmek valamilyen szinten, meg lélek. Tehát ez azért nem egy olyan lélektelen dolog, hogy most oda mész a csajhoz, és akkor na, most szex, vetkőzzünk, hopp, 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 na, ide most berakom a kukim, hoppá! Tehát ez nem így működik, azért van lélek, hogyha már a csaj belemegy. Hogy valamennyire oda kötődünk a másikhoz, lehet, hogy csak egy pillanatra is, de valamennyire kötődünk a másikhoz, hogyha szexelünk, és azért nincs itt egy ragasztószalag, pedig nincs, nem mindegy, az tök jól el lehet mutogatni, hogy ugye kötődök valamennyire, aztán felszedem a ragasztószalagot, megint kötődök valakihez, megint, és aztán az a szalag egyre kevésbé tud tapadni, és egyre kevésbé tudok kötődni, és szerintem minél több ilyen szexuális tapasztalatom van valakikkel, annál kevésbé leszek képes a... Nem, onnan inkább leszel tapasztaltabb, és jobban fogod tudni kielégíteni azt a nőt, aki mondjuk már tényleg az igazi, és tényleg bele akarod lejönni az életedet. Így is meg lehet közelíteni. A szex fizikai szükséglet, a párkapcsolat, meg érzelmi, működik a kettő egymás nélkül, kötődés dolog, meg már több évezredes társadalmi nyomás eredménye. Így van, ez így van. Ahogy elköteleződjek és kötődjek valakihez. Ezt megint a kajálását tudom összehasonlítani. Minden ételnek megvan a szép, saját szépség, és attól, hogy ettél már valami jót, attól még van kellene még egyet enni, és ugyanúgy izgatja az ízlelő bimbóidat. Hát én megint csak ugyanazt tudom mondani, hogy a kajának nincs lelke, nekem megvan. Meg mindenki másnak, és ez a szép, hogy ez ilyenkor így összeadódik. Én pont azt szeretem a szexből, és abban, hogy rengeteg emberrel lefeküdtem, hogy soha nem tudom, hogy mi sül ki belőle, és egy izgalmas játék, és én azt is észrevettem, hogy én nekem volt olyan nagyon jó szexuális élményem olyan emberrel, akihez abszolút nem vonzódtam az elején, aki nem tetszett külsőleg, nagyon, nagyon jó ember volt, jó fej volt, szerettem, mint barátod, de nem tetszett, hogy kinézed, nem tetszett, hogy öltözködött. Én még azt gondoltam, hogy meleg, és nem szeretem amúgy a feminin férfiakat. És aztán csak fűzögetett, napokig rossz volt, akkor a szexuális életem. Észrevettem, hogy nem is esik ez nekem olyan rosszul, aztán beadtam a derekam. És olyan csodálatos szex volt köztünk mindig, évekig utána, illetve fordított esetben. Világ legszebb férfia ott van az ágyamban, és olyan kifejezéstelen arca van, hogy alig tudom élvezni, vagy nagyon sokat veszel belőle. Nem tudom elképzelni, hogy egy emberre lett volna. Meg azért nem értem, hogy akkor honnan tudod, hogy jó? Mihez viszonyítod? Nagy a szex, jó. Aha, tehát most a feleséged miért nem mondaná azt, hogy jó? Szerintem ez egy ilyen, nem tudom, ez egy ilyen lekorlátozás, hogyha egy emberrel voltál, akkor mivel nem tudod, milyen amúgy? Nyilván jó. Hát nem feltétlenül jó. Most csak ahhoz viszont, hogy 2 éve, hát most 3 éve leszünk házasok, ha az elején annyit bénáztunk, a mostanihoz képest sokkal gagyibb volt. Tehát, hogy az nem volt jó, az tényleg, az nem volt jó, az egy bénázás volt, de aztán egy szép lassan, sok-sok beszélgetéssel, meg kísérletezéssel egyre jobb lett, és lehet, hogy megint 3 év múlva újra azt fogom mondani, hogy 3 éve nagyon gagyi volt, most megint egy magasabb szinten van. Hát nem tudom, ez nekem kicsit fura. Itt a csajjal kell egyet érteni, nem amúgy. Csak utána lehet kiderülnek olyan dolgok, hogy... Hát sok minden kiderül házasság után, azért így nem, most nincsen sok éves tapasztalatom, tehát közel 3 mindösszesen, de hát ennyi idő alatt is azért derültek ki dolgok egymásról. Meg a gyereknevelés, az közben meg aztán pláne annyira sok mindent tudunk meg egymás magunkról is, hogy hú. Mennyi időt voltatok együtt, mielőtt összeházasodtatok? 4 évet. 4 évet. És 4 évig nem feküdtetek le? Nem. Hó! Helda! Jesszusom! Hát nem tudok hozzá mit hűzni. És akkor ez hogy nézett ki? Nem tudom, átmentetek egymáshoz? Néztetek filmet, és akkor persze. Így? És megfogtátok egymást? Persze, de ezt ne úgy képzeld, hogy akkor így ültünk egymás, mert hello, te vagy te. Hát én ezt máshogy nem bírnám. És akkor mi, merevetésed volt, és mondtad, nem. Vagy nem tudom elképzelni, hogy tud az ember így. Nyilván voltak ebben egy ilyen küzdelmek, tehát ő is vágyott rá,
Én is vágytam rá. De akkor miért nem tettétek meg? Hogy miért jó az, hogy nem fekszünk le egymással éveken keresztül, azt egy viszonylag itthon ismertebb pszichológus mondta, hogy a kommunikáció az általában addig fejlődik egy kapcsolatban, amíg nem lép be a szex. Mert onnantól gyakran, nyilván ezt sem lehet általánosítva mindenkire mondani, de hogy átveszi a beszélgetés helyét a szex. Ez szerintem nagyon nagy fasság. Hogyha az ember jó kapcsolatot akar, akkor tud kommunikálni, akkor is, hogyha szexelnek. Tehát ezt... két értelmes emberrel beszélünk, akkor tudnak kommunikálni. Szex nélkül is. Szexel is. Csak nem szex közben kell kommunikálni ezeket a dolgokat, és ennyi. Kommunikálni kell azt is, hogy milyen. Tehát közben is persze beszélni kell egymáshoz. Ezt tudja, Csernus mondta, amúgy fixen. Az ember, bazd meg, fú. És hogy így ezzel meg rengeteg lehetőséget teremtettünk hát nem, mert annyit nem szexelsz, mint amennyit beszélsz. Tehát hát azért ez... egy aktus, te ezt le... Nyilván. Fél óra, egy óra, néha negyed óra, és akkor ott van még egy jó pár óra abban az estében. Hát jó, ez is igaz, igen. Főleg 4 év alatt szerintem lett volna mindenre időtök. Mindkettőre. Az fix. Szép. Ez elég sok információ. Túl sok volt? nem fogom az ilyen soha megérteni. Melyik része az, ami nem? Kézem, mi lett volna az életembe, mivel töltöttem volna, ha egy emberre feküdtem volna le. Annyi izgalmat adott nekem a szex, hogy nem tudom elképzelni egy emberre. Képzelni, hogy mondjuk nem tudom, hogy már egy ember mellett maradtál volna, azt így, ez így teljesen... Nem is gondolom, hogyha valaki mellett megtalálom a boldogságot. Aha. Volt olyan, hogy szerelmes. Szerintem csak illik tiszteletben tartani, ha más úgy dönt, hogy valami miatt nem szexel a partnerével, és ezzel mindketten így vannak. Most ez attól, hogy meglepődött rajta a csaj, az nem azt jelenti, hogy nem tiszteli ezt. Tehát én nem ítélem el, ha más nem akarok a partnerével dugni. Ha más nem akar a partnerével dugni. Én nem ítélem el, csak fura, vágod? Nekem ez a vallásból eredő dolgok, ezek nagyon furák mindig. És mindig egy olyan képet fest nekem, amikor ezeket hallom, hogy ez egy ilyen szekta. A kereszténység ez a legnagyobb szekta, és legális. Legális. Most voltam valakibe, és másokkal voltunk közben, már mint úgy, hogy hárman. És akkor például én vittem, mert én szeretem a lányokat is, és akkor azt ugye nem kifogás volt soha semmelyik barátom, és akkor volt olyan, hogy én hoztam egy lányt, akinek amúgy én tetszettem, úgyhogy én voltam a fókuszban, ezért amúgy nem is tudták, hogy ők mit engedhetnek meg egymással, hogy engem ne bántsanak meg, és igazából én kértem meg őket, hogy szexeljenek, mert annyira... ez meg nekem olyan, hogy hú... annyira felemelő érzés számomra az, hogy... Mi van? Hát ő kérte meg, hogy kis kakolgyi, belefér. Ennyire erős a kapcsolat valakivel, vagy ilyen erős a szerelmünk, hogy tudom, hogy ez nem tudja befolyásolni. Szóval én azt gondolom, mindig azt mondják a barátaim, vagy a barátnőim, hogy és hogyha nem félsz tőle, hogy a másik lánya jobb lesz neki? És mondtam, hogy ezt nem. Ezt levehetjük, hogy szóval én azt gondolom, hogy annál biztosabb kapcsolat nincs, ahol megengedem ezt a másik félnek, mert annyira biztosnak érzem a köztünk lévő érzelmeket, vagy hogy annyira stabilja. Érzem a kapcsolatunkat. Én azért a szexet gondolom annyira intimnek, hogy ezt azért mással ne. Ez egy kicsit fura felfogás. Nem szerintem, hogy ez az átlag. Szeretsz valakit. Tényleg. Most itt ő náluk partnerekkel volt, szóval mondta, hogy mondta, hogy érzelmeket. Érzelmek is voltak, nem tudom. Én nem örülnék, hogy a partnerem mással szexel. Egy barátném mondaná, hogy ezt akarod csinálni, az... Ez kicsit szopás. Akkor azt érezném, hogy valamit én nem csinálok jól. De hát amúgy kinek mi? Nekem ez hiányzik a pornóból, hogy nem mosolyognak, nem nevetnek az emberek. Mert ha valakivel jól érzem magam, meg jót élek meg, vagy örömömet lennem valamiben, hát ez mosolycsal az arcomra. Hát az tényleg egy nagy kamu az egész. Én azért is voltam így mérges rá, mert hogy akkora kamut mutat be, és én azt hittem, hogy a nők ezt élvezik. Azt akartam mondani, hogy nyilván cringe, ha a vallás miatt restrictelitek magatokat, de az is, ha social pressure miatt feküdtök le végül elsőnek. Ja, hát igen, hogyha azért akarsz szexelni, hogy végre szexelhess, és el tud mondani a barátaidnak, hogy te mekkorát szexeltél, ne,
Ne csináld, csak várd meg, tényleg. Ami ott megy, hát most gyerekként kezdtem el nézni, mit gondoltam volna. Én azt hittem, hogy ez nekik így fekszik, hogy dur bele a közepébe, és hogy az attól orgazmus lehet, hogy ránézek, és akkor hú, akkor már. Jó, nyilván ezt azért 14 évesen így elhagytam ezeket a feltételezéseket. Jó, és akkor most a másik irányba újra veszük. És szerinted amúgy az oké, hogy így ennyire könnyen hozzáférhető a pornó? Mármint, hogy kb. Most elővenném az okostelefonomat, 3 kattintás. Hát mert hogy kéne? Vagy ebbe a világban? Hát nem csak, hogy ugye mindenkinek van okos. Nem is egy TK-ba, és akkor kiveszed. Hát én nem csak, hogy azért is ennyire elterjedt szerintem, mert hogy ugye okostelefonja mindenkinek van, meg egy szülő is ad a gyerekének, hogy tudja, hol van, meg el tudja érni. Csak mivel a szexedukáció mellett gyakorlatilag ilyen tudatos internet használat sincs oktatva. Ezt pofáztam! Végre jó gondolat. Meg a szülők se nagyon mondják, hogy ezt hogy kéne használni, ezért simán bármikor rákeres a pornóra, és akkor tudja nézni akárhány éves gyerek, akinek van okostelefonja. Nem kell a gyereknek okostelefont venni. De szerintem a probléma az, hogy nincsen lekorlátozva egyáltalán, mint hogy most a Pornhub elkezdett ugye tisztogatni végre. Olyan tartalmak is fenn voltak, amiről nem volt igazolás, hogy hány évesek, benne voltak-e az emberek, és ezért rengeteg dolgot letöröltek. És tudom, hogy például egy ilyen, egy ilyen keresztény csoport ért el. Optimista dolog, hogy pozitív dolog. Szóval szerintem nem az a baj, hogy van, hanem hogy. Uh-huh. Például Európában ez egy nagyon nagy probléma jelenleg, bár senki nem foglalkozik vele, hogy nem nagyon vonatkozik semmilyen szabálya. Szóval nagyon sok lányt bele rángatnak olyanba, amit nem szeretnének, úgy van megtervezve, hogy ott kérdeznek rá arra, amit szeretnének velük, hogy csináljanak. De és amikor például már le van a szerződés, minden alá van írva meg? Hát, hogy például elmész egy interjúra, és ott felajánlanak valamit, pályakezdő, vagy kell a pénz, azt hiszed, hogy ebből lesz karrier, nem akarsz nemet mondani. Ez így van. Ez mind így van. Szolgáltatott vagy, nincs pénzed, nem beszéled a nyelvet, és nem az van például, hogy elmondják, hogy milyen lehetőségek vannak, és adnak neked időt arra, hogy mondjuk aludj rá egyet, végig gondold, hanem ott. Hanem ott mondják, hogy na, itt van egy fasz, ezt kéne leszopni. Ennyi pénzt adunk érte. És van az a választásod, hogy igen vagy nem. Csak olyan hirtelen mondják, meg annyi pénzt mondanak, hogy lehet, hogy nem fogod átgondolni, és nem tudod jól átgondolni abban a helyzetben, amikor ott vagy, hogy most szeretnéd-e leszopni azt a faszt ennyi pénzért. És lehet, hogy azt fogom mondani, hogy igen, pedig amúgy lehet, hogy nem is kellett volna. Jó, akkor üzem, mert te vagy a valaki, azt hiszem ebből lesz valami, és akkor egy óra múlva ott van 3 férfi. És ha más így van, akkor csak egy lesz ott, igen. Opa, most figyeld! És akkor egy óra múlva ott van 3 férfi. Uh-huh. És amúgy ezeknek a lánynak van bármi ilyen védelmi szervezete, vagy ugye szakszervezete, de nem semmi. Igazán. A neten vannak fenn olyan videók, hogy legálisan gyakorlatilag nagy nevű emberek, akik 25 éve az iparban vannak, megerőszakolnak lányokat. Hogy azt mondják, hogy nem akarja, és megcsinálja vele, és látod, hogy fáj, és még mindig tovább csinálja, és azt mondja utána, hogy ja, de mi megbeszéltük, ez volt a szelt, hogy ezt eljátsz. És gondolj bele, hogy akkor fölmegy egy 7-8 éves gyerek a netre, és ezt látja, hogy senki nem beszél neki a szexről, és akkor ilyenekkel találkozik. Ez nagyon beteg, meg hát igen, csak ez szomorú. Persze, hogy az, csak hogy erre miért nem hoztak soha jogszabályt, mert amúgy az emberek többsége néz pornót. A lányok jogaival senki nem foglalkozik, hát, mert mindenki nem, azt mondja, hogy hülye kurva, nem volt. Hát szerintem ez az átlag, aki ezt mondja. De hát aha, és mert az átlag, aki ezt nézi is. Hát jó. Kettő esznek itt tönkre. Hát igen, az biztos, hogy éppen ezért, ez egy nagy motiváció volt nekem, amikor abba hagytam a pornónézést, hogy akkor... A normális szülők beszélnek a szexről, de arról nem, hogy a pornónak milyen káros hatásai lehetnek a gyerekre, mert általában tabu téma ez. Találkoztam ezekkel az infókkal, hogy nagyon sok lány akarata ellenére van ott, vagy olyan dolgot csinálnak vele akarata ellenére, amit nem akart, és gyakorlatilag nem ilyen erőszakhoz lehet hasonlítani, és akkor én belegondoltam, hogy én ezt élvezem, hát ez így... De miért? Mert megtehetik. Én átláthatatlannak tűnik ez az egész. De nem kéne annak lenni, mert ez egy munka. Uh-huh. Oda mész, személyével levelen ellenőrzve, hogy ki vagy, akkor nem kéne mondjuk egy papírt kitöltened, hogy mi az, amit megengedsz, mi az, amit nem, ahhoz kell ehhez tartani az embereknek magukat. Lehet, hogyha tisztábban működne, akkor nem lenne ennyi pénz belőle. Nem tudom, hogy ennek az de Amerikában is működik, ott például most kezdték ezt így komolyan venni, és ott elég komoly szabályok vannak, és hát működik, ez egy munkahely.
Ezt akartam az előbb mondani, hogy még hát, ha meg tudlak, vagy biztos meg tudlak még lepni, hogy mondtad, hogy neked a szex egy nagyon intim dolog, és hogy neked ehhez valakit ismerned kell, és vonzódni hozzá. Nekem az a fantáziám, hogy egy vadidegennel szexeljek egy repülőn például. Vagy így ott ülök a WC-től, nem azt is látom, hogy gyönyörű dél-amerikai fiú bemenni a WC-be, és csak itt bemennék utána, nem szólnánk egymáshoz, és csöndbe kéne maradni, ami amúgy is nehezemre esik. Úgyhogy nekem az egyik. Az egyik. Hát, tök őszinte leszek most. Nem is kell, hogy szexuális legyen amúgy valójában. Ja, csak annyira arról beszéltünk, hogy teljesen tudom. Ez volt a... Igen. Ez is egy porn-induced fantasy. Igen. Hát az ilyen fantáziái vannak neki már ettől az egésztől. Valószínűleg ő is nézte a pornót, és utána kezdte el eljátszani, ugyebár utána ment bele a színészetbe, gondolom. És a... Nagyon kíváncsi vagyok. Hogy épp ez az, hogy ezt megtartom a feleségének, ha nem haragszol. Én ezt nem, csak nem azért mondom, hogy ez egy olyan dolog, amit megértem. Neki is nehezemre esett elmondani, mert volt bennem egy csomó korlát, amit így le kellett bontani, és át kellett venni rajta. Viszont én ezt olyan intim területnek érzem, hogy mert nem csak így négy szem közt beszélgetünk, hanem nagyon sok szem közt valójában. Akkor is megérteni, ha négy szem közt nem osztanád meg velem, azon is meg vagyok lepődve, hogy ennyire nyíltan beszélsz ezekről a dolgokról, amikor... Ilyen. Érdekes, amúgy tök mindenki meg szokott lepődni, pedig te is. Jó, hát neked, most lehet azt mondani, hogy azért, mert neked ez a munkád, de szerintem sokkal nyíltabban kéne erről beszélni. Most vannak területek, amit nem feltétlenül kell érinteni, de olyan tabu téma, és annyira nem beszélgetünk róla, hogy ez valószínűleg még több ilyen elnyomást, meg nehézséget okoz, hogy igazából mindenki a szexről beszél, mert minden poén, dolgoztam az építőiparban, minden poén, minden reklám, minden film, sorozat tele van szexuális utalásokkal, de igazán meg nem beszélgetünk a szexről. Én azt hallottam, hogy a férfiak kevesebbet, mint a nők, hogy... Tényleg? Hát... Hogy például a nők sokkal jobban kielemezik azt, hogyha valakivel voltak. Férfiak annyira meglepően keveset, vagy így nem annyira részletesen beszélnek erről. Hát, hogy mondjuk ez biztos nagyon sok mindentől függ, hogy ki mennyit beszél neked róla. Ők a vasárnapi misén nem szoktál barátéd arról beszélni, hogy... Ja, persze. Milyen volt a hétvégén a feleségeddel, ugye? Megyünk közben, akkor én... Vasárnapi misén, geci! Na, srácok, én azt mondom, hogy ne nézzetek pornót, próbáljátok meg nem nézni. Sokkal jobb pozitív hatásai lesznek annak, hogy nem nézel, mint hogy nézel. Na most, figyeljetek, mert ez kemény lesz. Nincs több ládám. Ez egy láda volt. I was here. Hát, megérte itt lenni. Jó éjszakát. Cső. Örültem mindenkinek, hogy itt voltatok. Jók voltak a témák. Köszönöm mindenkinek. Nagyon sok mindent megtudtunk rólatok is. És, ja, ne nézzetek pornót. Ja, császtok. Ennyi. Vége van a streamnek. Hú, de vége van. Végre van. Ennyit beszéltünk a pornóról, most gyorsan ki is verem. Igen, ez lesz, ez a megfelelő szerintem. Ezt kell most csinálnom, úgy érzem. Szerintem már lelőttem a streamet, most már azt hiszem vége van, nem? Most már vége van, szóval most már kiverhetem nyugodtan. Igen, elment a raid is, ott van, Lacinál vagyunk. Jó, akkor most kiverem. Szerintem most kell megcsinálnom. Nem máskor, hanem pont most a stream után. Amikor senki nem lát már, mert ki lett kapcsolva a stream, ugyebár. Szóval most ezt megcsinálom, srácok. De budottam magam. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami. A lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be kicsit, hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.